Máli unutrasnyi oszvörd címmel nyílt meg Oszman Ahmed kiállítása Óbecsén a Körgalériában. Oszman Ahmed 1975-ben született Nagybecskereken. Gyökerei apai ágról Afrikából, anyai ágról Szerbiából származnak. Korai életkorától kezdve rajongott a kreatív kifejezésért, a zene, a színészet, a festészet és a szobrászat révén. Ahmed művészi kifejezésének jelenlegi szakaszában a festészet és a szobrászat meccéspontjával foglalkozik, olyan alkotásokon keresztül, amelyek a két kontinens belső keveredését tárják fel benne. Két vér, afrikai és szerb keveredése. Az a kiállítás, aminek azt a címet adtam, hogy kis önvizsgálati visszatekintés az elmúlt másfél év munkájára tekint vissza. Az alkotásokra, amelyek külsőleg valamiféle ösztön által keletkeztek. A gyökereimből, amelyek Afrika felé húznak, és Vajdaság Szerbia felé, ahol jelenleg élek. Ez a kis visszatekintés ennek a kettőnek a keveréke, tehát Afrika és Szerbia. Hoztam továbbá olyan alkotásokat is, amelyek a festészet megközelítésének három aspektusát követik. Az egyik, mint klasszikus festészet, a másik, mint szobrászat, a harmadik pedig szobrászat a festészetben. A kiállítást Andrija Babovics zenész nyitotta meg, majd az Ahmed Babovics duóból álló multietnikus attrakció zenekar fellépésére került sor a Színházi Klubban. Elmondhatom, hogy itt egy különleges koncepció tárul elénk, amit én általában úgy nevezek, hogy ez a vajdasági síkságtól az afrikai sivatagig koncepciója. Lényegében pedig ez az alkotó óriási munkája, törekvése és inspirációja, amelyek egy évtized alatt jöttek létre, a több kontinensbeli gyökereinek köszönhetően. Oszman ma este itt bemutatta néhány legjobb alkotását, de van neki száz számra. Olyan alkotások, amelyek különféle technikákkal készültek, különféle anyagok felhasználásával. Úgy gondolom, hogy ez a kiállítás minden művészet és képzőművészet kedvelőnek rendkívül érdekes lehet, mivel úgy vélem, hogy minden egyes alkotás érzelmeket vált ki, és senkit sem hagy közömbösen. Oszman Ahmed számára a festészet egyfajta kikapcsolódást jelent, és a művész mögött több évtizedes gyerekekkel végzett munka áll. A Kék Madár című gyermekeknek szóló ismeretterjesztő műsoron keresztül, amelyet 12 éve nézünk a képernyőkön, különféle területekről hasznos dolgokra oktatja a gyerekeket. A tárlat egyébként olyan audiovizuális élményt nyújt a látogatóknak, amellyel a szerző két különböző vér keveredését próbálta bemutatni. Az ihletet a mindennapi történésekből merítem. Ezek lehetnek pillanatnyiak, de lehetnek az életem bizonyos szakaszaiból, az elmúlt egy-két évemből, vagy korábbról, amelyek össze vannak keverve olyan dolgokkal, amelyeket felismerek, hogy az enyémek, és bárhol lehetnek. Én pedig, hogy is mondjam, összegyűjtöm őket, és később pontosan tudom. Van például egy alkotásom, amely kartonnal készült, és amit 25 évig őriztem, de pontosan tudtam, hol lesz a helye, és ez be is következett egy hónappal ezelőtt, ugyanis a helyére került. A Máli unutrasnyi oszvörd című kiállítás a következő két hétben az Óbecsei Körgalériában tekinthető meg.